Foglaljatok helyet. Az általános információk és az irodalmi téma után most én egy nyelvtani témával szeretném folytatni, és ez pedig a nyelvi rendszer. Ugye a nyelvi rendszer az a 9-es tananyagba tartozik, és a nyelvi rendszeren belül én majd a fonémákról, vagyis a hangok rendszeréről, meg a morfémákról, vagyis a szóelemeknek a rendszeréről fogok beszélni. Először nézzük meg a nyelvi rendszernek a szintjeit. Ugye, hogyha föntről lefelé nézzük, akkor egy szöveg, egy hosszabb terjedelmű szöveg több mondatból épül fel, és a mondatok pedig szintagmákból, vagyis szószerkezetekből épülnek fel. A szószerkezetek pedig lexémákból, vagyis szavakból épülnek fel, és a szavak pedig szóelemekből, vagyis morfémákból épülnek fel, erről fogok majd beszélni, illetve a morfémák fonémákból, vagyis hangokból, erről is lesz szó, hangokból épülnek fel. És akkor nézzük először a fonémák, vagyis a hangoknak a rendszerét. Először is mi az, hogy hang, hogyan tudnánk meghatározni ezt a fogalmat? Igen, most nem biológia órát szeretnék tartani, de ugye vannak fontos szerveink, testrészeink, amik részt vesznek a beszédnek a keletkezésében vagy létrehozásában. És maga a hang az egy rugalmas közegnek a részecskének a rezgése, amelyet egy mozgó hangforráshoz létre, vagyis magyarán mozgó dolgokról van itt szó, amik összesúrolódnak, és így keletkezik maga a hang, és itt ez a rugalmas közeg a levegőt jelenti, és ugye ahhoz, hogy hangot képezzünk, levegőre van szükség. Itt az első ábrán látjátok a levegőnek az útját. Lehet, hogy pici, nem látjátok a feliratokat, de itt vannak a jelölések, hogy milyen úton megy keresztül a levegő, és ugye nyilván először bevesszük, tehát a szervezetbe juttatjuk a levegőt, az a tüdőbe kerül, és a tüdőből a légcsőn keresztül, a gégén keresztül áramlik vagy a szájüregből, vagy az orrüregből a levegő, és onnan pedig ki. És ugye azért mondom az orrüreget is, mert ugye vannak nazális, vagyis orrhangjaink, például az M, meg az N, meg az Ny, ezeket mindjárt megnézzük. Ezek úgy keletkeznek, hogy az orrüregbe jut a levegő, és onnan kerül ki. És azért jó ez az ábra, mert mutatja, hogy a szájüregben milyen akadályok vannak, amik viszont a mássalhangzóknak a képzésében segítenek. Ugye ezek a fogak, a szájpadlás, a nyelv, és a szájpadlás is két részre osztjuk. Az előső szájpadlást úgy nevezzük, hogy kemény szájpadlás, és hátrébb a nyelvgyöknél van a lágy szájpadlás, ez egy picit puhább. És ugye a gégében vannak a hangszalagok, és a hangszalagoknak a különböző állását mutatja a másik ábra. Ugye, hogyha zöngés hangot ejtünk, mi az, hogy zöngés hang? Úgy szoktam mondani a diákoknak, hogyha itt megérintik és kimondják a hangzókat, akkor érzik, hogy rezeg vagy nem rezeg a hang, és ez alapján tudják megállapítani, hogy zöngés vagy zöngétlen hangról van szó. Zöngés hangnál arról van szó, hogy a hangszalagok, amik ugye egyébként a gégében vízszintesen helyezkednek el, és akkor közöttük áramlik a levegő, és hogyha szorosan vannak egymás mellett ezek a hangszalagok, akkor a levegőnek a kiáramlása közben ezek összesúrolódnak, és rezgést hoznak létre, ezért nevezzük zöngés hangoknak. És a H-hang az egy kicsit kakuktojás, majd mindjárt kifejtem, hogy ez miért. Ugye más a hangzók közé soroljuk, és itt a két hangszalag távolabb helyezkedik el egymástól, nagyobb a rés, amin a levegő át tud jutni, ezért nem rezeg, hogyha H-hangot ejtünk. És az öngétlen hangoknál pedig még távolabb helyezkednek el a hangszalagok, és az ejtésükkor nem rezegnek a hangszalagok, ezért ezek zöngétlen hangok. Ugye a hangokat, vagy fonémákat két csoportra tudjuk osztani, magánhangzókra és másra hangzókra. Először nézzük meg a magánhangzókat.
Mi a magánhangzónak a fogalma? Ugye a magánhangzóknak az ejtésekor a tüdőből kiáramló levegő nem ütközik akadályba, tehát nem használjuk a képzéshez a fogakat, a nyelvet, a szájpadlást, stb., meg az ajkakat sem, hanem csak kiáramlik a levegő, és ezért magánhangzóknak nevezzük ezeket. Megkülönböztetjük a magánhangzókat nyelvállás szerint, illetve időtartam szerint, hogy hosszú vagy rövid magánhangzókról van szó, illetve az ajakállás szerint is. Ezt mutatja ez az ábra. Fontos megjegyezni, hogy minden magánhangzó zöngés, tehát amikor magánhangzót ejtünk, akkor a hangszalagok összesúrolódnak egymással, ezért ezek zöngés hangok. Ezért, hogyha próbálgatjuk a másra hangzóknál, hogy mi a zöngés és mi a zöngétlen hang, akkor fontos, hogy ne magánhangzóval együtt mondjuk ezeket a szavakat, hanem azok nélkül. És ugye a magánhangzókra még az jellemző, hogy önmagukban is alkothatnak szótagot, ugye a szótagokat úgy tudjuk egymásra elválasztani, hogy a magánhangzókat vesszük figyelembe. És a magánhangzók önmagukban is alkothatnak egy szótagot. Ez egy ilyen leegyszerűsített ábra, de mégis könnyű megérteni ezáltal, hogy hogyan csoportosítjuk a magánhangzókat. És ugye lehetnek mély és magas magánhangzók. Általános iskolában tanultuk, hogy a mély magánhangzókhoz a legjobb szó az az autó, mert ugye olyan betűk vannak benne, amik mind mély magánhangzók, és ezeknek ugye a hosszú meg rövid párja is ide tartoznak, azt sem felejtsük el. A magas magánhangzókhoz pedig a teniszütő szót szoktuk mondani. Itt is ugye fontos, hogy a hosszú és a rövid párjaik is ide tartoznak. És ugye az a szó, amiben mondjuk magas és mély hangok is vannak, magánhangzók, azokat vegyes hangrendű szavaknak mondjuk, ezeket nem írtam fel, de ezeket nevezzük vegyes hangrendű szavaknak, például tornacipő. Ebben van ugye mély magánhangzó is, meg magas magánhangzó is. Aztán felső nyelvállásúak az u-u, ü-ü és az i-i, mert itt a nyelvnek a hátsó részét kell figyelni, hogy fönt helyezkedik el a szájüregben. A középső nyelvállásnál az o-o, ö-ö és az é hangoknál picit lejjebb van a nyelv, nyugodtan próbálgathatjátok. Az alsó nyelvállásnál pedig szinte teljesen lent van az a hangnál a nyelv, és a legalsó nyelvállásnál pedig szinte belefekszik az alsó fogmederbe a nyelvünk. És ezeken kívül még vannak ajakkerekítéses és ajakréses hangok. Ezeket úgy tudjuk megkülönböztetni, hogy az ajkainkat vízszintesen nyitjuk, vagy inkább függőlegesen. És az u-u, ü-ü azok kerekebb hangok, tehát függőlegesen nyitjuk inkább az ajkainkat. Az i-i, é-nél pedig szélesebb az ajkaink, és ott inkább vízszintesen nyitjuk a szánkat. És ami érdekes, hogy az át is az olyan réses hangok közé soroljuk, mert ott is inkább vízszintes irányba mozdul el a szán. Oké. Nézzük a magánhangzó törvényeket. Az illeszkedés törvénye az első. Itt ezt azért nehéz magyarázni, mert már az anyanyelvünknek a megtanulása során ezeket megtanultuk, vagy megszoktuk, és ezek rögzültek. Tehát, hogy már nem is érzünk szabályt erre, hanem automatikusan tudjuk ezeket használni. Ugye itt azt lehet megfigyelni, hogy az autó szóban az O az egy mély magánhangzó, ezért a toldalékot, az utána lévő toldalékot szintén mély magánhangzóval kell ellátni. A BK-val szónál szintén ez a helyzet, viszont az internettel és a főnökkel szavaknál ott ugye azt látjuk, hogy az utolsó magánhangzó az magas magánhangzó, ezért egy magas magánhangzós toldalékkal kell ellátni. De itt látjuk a buliból, meg a poénból szavakat, és itt kicsit más a helyzet, mert az it és az é hangokat semleges magánhangzóknak nevezzük,
És ilyenkor nem az utolsó magánhangzót kell nézni, hanem az előtte lévő magánhangzót. És ugye itt az előtte lévő magánhangzó az U volt, ezért mély magánhangzóval kell toldalékolni. És a hiátus töltés, az is egy magánhangzó törvény. Itt arról van szó, hogy két magánhangzó áll egymás mellett közvetlenül, és ezért a beszédben kényszert érzünk arra, hogy egy J hangot közéjük tegyünk, és ezért van az, hogy a dió szót úgy ejtjük, mint hogyha lenne a két magánhangzó között egy J hang. Vagy a fiú szó is ilyen, ott is beékelődik egy J hang a két magánhangzó közé, és ez a hiátus töltés, tehát egy J hanggal töltjük be ezt a hiányt a két magánhangzó között. Következnek a mással hangzók. A mással hangzókra ugye az jellemző, hogy amikor a levegő kiáramlik a tüdőből, akkor valamilyen akadályba ütközik. Ezek az akadályok lehetnek az ajkak, a nyelv, a szájpadlás. Igen. És kivéve a H hang, mert ugye ez nem ütközik akadályba, ezért mondtam, hogy az kicsit kivétel, de azért nem sorolhatjuk a magánhangzók közé a H hangot, mert ugye önálló szótag nem lehet, illetve ugye a magánhangzóknak egy fő jellemzője az, hogy zöngések, és a H hang az nem egy zöngés hang. Ezért a mássalhangzók közé soroljuk. És a mássalhangzóknak a csoportosítását itt látjuk ebben a táblázatban összefoglalva. Zöngészség szerint csoportosíthatjuk, képzés helye és képzés módja szerint csoportosíthatjuk. Képzés helye szerint lehetnek ajakhangok. Itt arról van szó, hogy az ajkainkat összeérintjük, például a B, P és az M hangoknál, ezért nevezzük őket ajakhangoknak. És ez a V és az F pedig azért sorolandó ide, mert majdnem összeérintjük, ugye itt nem érintjük össze az ajkainkat, de ez majdnem összeér a két ajkunk. Foghangok közé soroljuk a D, T, Z, S, G, S, stb. Hangokat, és itt fontos, hogy a nyelvet kell figyelembe venni, mert a nyelvünk is itt szerepet játszik. A D, T, Z, S, G hangoknál szinte hozzáér a fogunkhoz a nyelvünk, és a Z, C, G, C hangoknál szintén, az N-nél, L-nél, R-nél szintén, és a hátulsó foghangnak pedig azokat nevezük, amik picikét távolabb vannak a fogaktól, de attól még foghangoknak nevezzük ezeket. És akkor ez alapján az is érthető, hogy a V és az F miért nem sorolható a foghangok közé, azért mert itt a nyelv nem vesz részt a képzésben, és nem érintődik a foghoz a nyelvünk. A szájpadlás hangokat pedig ugye van kemény szájpadlás, vagyis előső szájpadlás, és hátulsó, vagy lágy szájpadlás, és egy G, K, N, J hangoknál a nyelvnek a középső része az felhelyezkedik a kemény szájpadláshoz. A lágy szájpadláson képzett hangok pedig a G és a K hangok. És ugye a legtöbb mássalhangzónak vannak zöngés és zöngétlen párjai, ezeket is külön színnel jelöli itt a táblázat. Zárhangoknak azokat a mássalhangzókat nevezzük, amikor a nyelv összezáródik mondjuk a szájpadlással, és nincs közötte rés, tehát hozzátapad a szájpadláshoz, és konyha nyelven mondanám, hogy ezeket nem tudjuk hosszan ejteni, például a B, P, D hangokat nem tudjuk sokáig kimondani. A rés hangoknál pedig van egy kis rés a nyelv és a szájpadlás között, ezeket tudjuk folyamatosan mondani, hosszan mondani. A zárrés hangok azok a kettő közötti állapot, a Z, C, G és a C hangok sorolhatók ide. Az orrhangok, ugye más néven a nazális hangok, azokat mondtam, hogy az orrüregbe kerül a levegő, és ennek a segítségével képezzük ezeket a hangokat. Ezért van az, hogy amikor meg vagyunk fázva, akkor kicsit másképp ejtjük ezeket a hangokat, kicsit furcsán jön neki.
és folyékony hangoknak nevezzük az L és a J hangokat, pergő hangnak nevezzük az R hangot, és gége hang az egyedüli, az a H, ami zöngétlen. Nézzük a mással hangzó törvényeket. Itt négy csoportra osztjuk ezeket a törvényeket. Van hasonulás, összeolvadás, mással hangzó rövidülés és mással hangzó kiesés. És a hasonulásnak vannak külön típusai, ez a részleges hasonulás és a teljes hasonulás. A részleges hasonulásnak is vannak altípusai, ez az öngészség szerinti részleges hasonulás és a képzés helye szerinti részleges hasonulás. Az öngészség szerinti részleges hasonulásnál fontos tudnunk azt, hogy minek mi az öngész-zöngétlen párja, és a fűzfa szónál úgy tudja a Z és az F áll egymás mellett, ugye a Z a zöngés mással hangzó, az F pedig zöngétlen mással hangzó, és ezért a kiejtésnél arra kényszerülünk rá, hogy a Z helyett S-et mondjunk, és ezért két zöngétlen mással hangzó keletkezik a szóban, tehát fűzfának ejtjük, és fűzfának írjuk le. A képzés helye szerinti részleges hasonulásnál pedig azt kell tudnunk, hogy melyik hangot hol képezzük, de igazából nem is muszáj ezt bemagolni, mert érezzük, hogy az N-et máshol képezzük a szájüregben, mint az M hangokat. És a színpadot ugye NP-vel írjuk, de MP-vel mondjuk ki. Aztán az írásban jelölt teljes hasonulásnál arról van szó, hogy ugye itt azt látjuk, hogy a példa és az ejtés, kiejtés szerinti mód, vagy alak az ugyanaz, és ez azért van, mert a toldalékolt formát kell itt figyelembe venni, tehát például asztalval, ugye így lenne toldalékolt formában, de nem így mondjuk, hogy asztalval, és nem is így írjuk le, hogy asztalval, ezért ezt a kiejtésbeni változást, ezt jelöljük írásban, ezért mondjuk írásban jelölt teljes hasonulásnak. Aztán az írásban jelöletlen teljes hasonulásnál pedig arról van szó, hogy két mással hangzó van egymás mellett, és az a kiejtésnél átalakul az egyik mással hangzó, a másik K, tehát kettő lesz az egyikből. Az összeolvadásnál pedig egy harmadik mással hangzó keletkezik a kiejtésnél, tehát fontos itt az, hogy mindig a kiejtést kell figyelembe venni, a kiejtést kell nézni. És ugye a költségnél TS-sel írjuk le ezt a szót, de C-vel ejtjük költség, és ugye az egy harmadik mással hangzó, tehát egy harmadik keletkezett belőle. Tehát az a különbség az írásban jelöletlen teljes hasonulás között és az összeolvadás között, hogy még az írásban jelöletlen teljes hasonulásnál két mással hangzóból egyé válik a másik, tehát hogy ugyanaz a mással hangzó, ami már benne volt a szóban, megjelenik a kiejtés szerinti alakban is, csak kettő lesz belőle. És az összeolvadásnál pedig egy harmadik mással hangzó keletkezik a kiejtésnél. A rövidülés az a legkönnyebb megjegyezni, mert hogyha dupla mással hangzó van a szóban, ugye a kiejtésnél egy mással hangzóval mondjuk, például otthon, azt nem két T-vel szoktuk mondani, hogy otthon, hanem csak egy T-vel ejtjük. És a mással hangzó kiesésnél pedig arról van szó, hogy három mással hangzó van egymás mellé helyezve, és az egyik, a középső, az kiesik, tehát például csuk be, itt ugye a D-t, azt nem is halljuk, nem ejtjük. Csuk be, tehát kiessék a középső hang. És akkor most nézzük a szóelemek, vagyis a morfémáknak a rendszerét. A morféma az a legkisebb nyelvi jel, és jelentése van, ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy minden morféma értelmes szó, de jelentése van ezeknek. És figyelembe kell vennünk itt a környezetbe való illeszkedést, mert például, hogyha azt mondjuk, hogy múltidő jele és a melléknévi igenévnek a képzője, az ugye hasonló, mert mind a kettő két T, vagy egy dupla T, és itt ugye figyelembe kell venni azt, hogy mi milyen környezetben, vagy hogyan tudjuk beleilleszteni a környezetben, hogy most ez egy melléknévi igenévről van szó, vagy egy múltidőben lévő igéről.
Megkülönböztetjük hangalak, funkció és önállóság szerint ezeket a morfémákat. Hangalak szerinti csoportosításban lehet szó testes morfémáról, és testetlen, vagyis zéró morfémáról. A testes morféma az azt jelenti, hogy arra az adott morfémára, vagy arra az adott jelentésre van külön morféma. Például, hogyha azt mondom, hogy szeretek, ugye itt az ek szó jelöli az én személyemet, tehát a szemét. Viszont ha azt mondom, hogy ő szeret, szeret, akkor ez egyértelművé válik számunkra, hogy itt egyes szem harmadik szeméről van szó, de még sincs külön morféma ahhoz, hogy ezt jelöljük, ezért ez zéró morfémának nevezzük. A funkció szerinti csoportosításnál ott tő morféma van, vagyis maga a szótő, például lányoké, szóban a lány ugye a szótő, és toldalék morfémák vannak, tehát szótő, és utána jönnek a toldalék morfémák. És például a lányoké szónál ott az ok is egy morféma, mert az a többes számnak a jele, és az é az pedig egy birtokjel, az is egy külön morféma. Az önállóság szerinti csoportosításnál pedig vannak szabad morfémák és kötött morfémák. A szabad morfémákról akkor beszélünk, hogyha maga a szótő a toldalékolt formával értelmezhető, vagy értelmes szó, például fodorral, hogyha a ral toldalékot tesszük hozzá, akkor a fodor szótő önmagában is értelmes lesz. Viszont, hogyha az os morfémát tesszük hozzá, vagy toldalékot, akkor fodr lesz belőle, ami már nem egy értelmes szó, és kényszert érzünk arra, hogy hozzákössünk egy morfémát, egy toldalékot. Ezért nevezzük kötött morfémának. És akkor nézzük meg a toldalék morfémáknak a fajtáit. Ugye van képző, jel, rag. Ezekre mik a jellemzők? A képzővel új szót hozhatunk létre, és megváltoztathatjuk a szónak a szófaját. Tehát, hogyha azt mondom, hogy zöld, az ugye egy melléknév, de hogyha hozzáteszem azt a morfémát, hogy ség, akkor főnév lesz belőle, mert zöldségé válik így. Közvetlenül a tőhöz kapcsolódik, tehát szótő, és utána jönnek a képzők, több is lehet egy szóban. A jelnél ott nem változik meg a szónak a jelentése, sem a szónak a szófaja, de egy kicsit árnyaltabbá teszi a jelentést. Mindjárt nézzünk ezekre példát. A képző és a rag között áll a jel, tehát először van ugye a szótő, képző, utána a jel, és a legvégén, a szónak a legvégén van a rag. Több is lehet belőle a szóban, szintén a jelből. Ragra viszont az jellemző, hogy nem változtatja meg a szónak a szófaját, lezárja a szóalakot, tehát az van utoljára a szóban a rag. És csak egy lehet belőle. A képzőknek a típusai, például igeképzőnél, például a dobol szónál, itt a dob lesz ugye a szótő, és az ol az lesz itt az igeképzőnk. Ható igeképző az azt jelenti, hogy ilyen megengedő szerepet tölt be, tehát hogy írhat. Sokszor összekeverik a feltételes módnak a jelével, de az más. Itt megengedésről van szó, tehát hat, het, ezek a képzők tartoznak ide. Főnév képzőnél, ugye az előbb is mondtam már a példát, itt például a szépségszónál a melléknévből képeztünk egy főnevet a ség képzővel. Melléknév képzőhöz az aranyos példát írtam, mert ugye az arany egy főnév, és az os képzővel melléknév lett belőle. Számnév képzőnél az ötödöt írtam fel példának, de itt ugye számnévből számnevet képeztünk, csak ugye tő számnévből tört számnév lett, ugye az öt a szótő, és az öld az pedig a számnév képző. Igenév képzők, ugye van főnév, igenév, annak a morfémája a né szótag, például úszni, itt a né lesz az igenév képző. Fosztóképző, amikor valakit vagy valamit megfosztunk valamitől, így lehet megjegyezni,
és ide az etlen, atlan képzők tartoznak, például kegyetlen, és ez így önmagában az etlen, meg az atlan, azok képzők. Aztán kicsinyítő képző, például halacska, ugye ezek főleg ilyen becéző formában szoktak megjelenni, halacska vagy ecske, ezek mind kicsinyítő képzők. A gyakorító képző, az pedig a cselekvésnek a gyakoriságát fejezi ki, például tanulgat, ugye nem tanul, hanem csak tanulgat, tehát a cselekvésnek a gyakoriságát fejezi ki. A jeleknél a múlt idő jele, az a T, például pakolt, ugye itt a T-vel, múlt időben írjuk le a szót. A feltételes módnak a jele az adna, ugye ez a na-na-na-né, ez a feltételes mód jele. Felszólító mód jele a jé, illetve hogyha duplán szerepel egy szóban a másra hangzó, például kérdezz, ugye itt nem jé tölti be a felszólító mód jelének a szerepét, hanem a másik zé betű, az lesz a felszólító mód jele. Többes számjele, ceruzák, ugye a K a többes számjele, és a hozzájuk tartozó magánhangzók. Birtokos személy jelekhez a füzetem szót írtam, itt az M a birtokos személlyel. Itt ugye fontos kifejezni, hogy birtoklásról van szó, tehát kinek a birtokáról van szó. Birtokjel, Kati é. A birtokjel az mindig az é hang, tehát hogy Petié, vagy lányé, fiújé, Katié, tehát a birtokjel, ezt meg tudod jegyezni, hogy az mindig az é hang. És a birtoktömbesítő jel pedig szintén birtoklást fejez ki, viszont itt utal arra is, hogy több van ebből a dologból, amit birtoklok, tehát rokonai. Aztán a fokjelhez tartozik a két B és a hozzájuk tartozó magánhangzók, de a leg is ide tartozik, mert ugye felső fokunk is van, ezért a leg is fokjelnek számít, de nyilván minden leghez tartozik egy két B-s fokjel is. Kiemelő jel, azt pedig úgy tudunk rákérdezni, hogy melyik, és a fényesebbik, itt az ik lesz a kiemelő jel. És a ragoknál pedig igei személyrag van, például várom. Itt nagyon fontos az, hogy megnézzük előbb a szónak a szófaját. Tehát azért össze szokták keverni, hogy sokszor birtokos személy jelet írnak az igei személyrag helyett, és úgy tudod ezeket megkülönböztetni, hogy először megnézed a szónak a szófaját. És hogyha igéről van szó, és a cselekvést végzőt kell kifejeznem, akkor van szó igei személyragról, hogy én várom egyes szám első személy. Aztán tárgyragja, például süteményt, valamit, azt, valamit. Itt a T fejezi ki a tárgynak a ragját. És a határozórag, ugye itt fontos tudni a határozókat, és így tudod megállapítani, hogyha rákérdezel, és tudod, hogy az a szó, amire rákérdeztél, az egy határozó, így meg tudod állapítani, hogy a ból az egy határozórag, mert honnan, vagy miből, és akkor ez így helyhatározó lenne. És csak néhány példát nézzünk a morféma elemzésre, például barátaimmal, itt ugye a barát lesz a szótő, utána jön egy birtok többesítőjel, hogy ai, mert ugye több barátom van, és ezt ki kell valahogy fejeznünk, ez a birtok többesítőjel. És csak utána jön az, hogy kifejezzük, hogy kinek a barátai, az én barátaim, és ezt jelöli az M, birtokos személlyel, és kivel, vagy kikkel a barátaimmal, ugye itt ez társhatározó lesz, ezért határozó rag, ez a mal morféma. Számolgathattunk szónál, a szótő az a szám, és az ol lesz az ige képző, mert mit csinál? Számol, ezért igévé vált a szó, és fontos az, hogy nem az ol morféma fejezi ki a cselekvőt, tehát hogy nem ő számol, hanem majd az itt lesz a végén, hogy mi számolgathattunk, ezért az ol az csak egy igeképző.
Aztán gyakorítóképző, a gat, ugye vagy a cselekvésnek a gyakoriságát fejezi ki, tehát gyakorító ilképző. Aztán a megengedést kifejező, ható ilképző, ez a hat, és a múltidőjele, a T, hogy számolgathattunk, ugye két T van itt, és az egyik T abból a múltidőnek a jele, és az igei személyrak, hogy rólunk van szó, mi számolgathattunk, és ugye itt, mivel igéről van szó, ezért igei személyrag, és ugye a ragok mindig a szónak a végére kerülnek. És aztán a végtelenség szónál a vég a szótő, aztán jön egy telen, így magában a telen, az egy morféma, az a fosztóképző, tehát megfosztjuk valamitől, telen, és a főnévképző a végén, hogy mi, végtelenség, ezért főnévé válik a szó. Hát köszönöm szépen a figyelmet, és akkor úgy látom, hogy 55-re kell visszajönnötök.